Köszöntöm Önöket, ez itt a Zöld közelben, a Rákosmente TV ökomagazinja. A kuvasz az egyik legősibb magyar kutyafajta, melyre 2017 óta már hungarikumként is tekinthetünk. A köztudatban azonban számos hiedelem és tévhit él az állattal kapcsolatban, éppen ezért a mai adásunkban igyekszünk tiszta vizet önteni a pohárba. Ebben lesz segítségemre Pisoff Ferenc, a Magyar Kuvasz Fajta Gondozó Egyesület elnöke, aki magával hozta bíbort. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Köszönöm szépen a meghívást. Még mielőtt bíborról beszélgetnénk, tisztázzuk azt, hogy mégis milyen régre nyúlik vissza a kuvaszok története. Léteznek olyan írásos dokumentumok, melyekből ez pontosan megállapítható? Az a helyzet, hogy az írásos dokumentumok későbbről tekinthető vissza, viszont ami lényeges és fontos, árpádkori sírokban találtak csontleletet, ami egyértelműen a kuvaszra utaló csontlelet, mert a mai kuvasznak a koponyáját összehasonlították a sírba talált koponyával, és ugyanaz. Egyébként a Vajdahunyadvárban ki is van állítva ez a kutya csontváz, amit ilyen árpádkori sírba találtak meg. Tehát régészeti leletekkel tudjuk bizonyítani azt, de bizonyítható, és ugye elküldték Amerikában izotóp vizsgálatra, meg állapították a korát, és valóban ez a honfoglaláskori sírból került ez ki. Tehát azt mondhatom, hogy egyedül a régészeti lelet bizonyítja a kuvaszt. Ugye úgy is lehet mondani, hogy kuvaszhoz hasonló agytestű kutya lehetett, de mi mondjuk azt, hogy ez kuvasz volt. Reméljük, hogy tényleg úgy volt. Időben nem tudunk visszamenni, majd ha megvalósul a ideutazás, akkor ezt lehet esetleg bizonyítani, de valóban. Egyébként írásos dokumentumok is vannak, például Zrínyi Miklósnak a versében megemlíti a kuvaszt. Ugye azt is lehet ugye feltételezni, hogy valóban ismert Zrínyi Miklós a kuvaszt, de korábbi leírások vannak, hogy például Mátyás király idejében főúri ajándéknak szánták, hogy megnyerő tetszetes külseje miatt. Tehát leírások vannak, hogy a kunok, a besenyők használták vadászatra, bölényvadászatra például. A Mátyás király idejében pedig használták őt nagyvadakra. Ugye nagyon sok nagyvad volt ugye abban az időben a királyi erdőkben, és őzre, szarvasra, vaddisznóra rendszeresen a kuvasszal vadásztak. Tehát kizárólag munkakutyaként tekintettek az állatra? Egyértelműen igen. Tehát az őseink kifejezetten munkára tenyésztették, tehát nem ölebnek, hanem kifejezetten munkára, és mind a 9 magyar fajta kutyánk egyébként munkakutya, nem munkavizsgára kötelezett, ugye ezt meg kell szögezni, azok a szolgálati kutyák kötelezett munkavizsgára, de munkavizsgát is tehetnek, meg tudnak is, ugye ő is például munkavizsgás kutya, sőt az előző kutyáim közt IPO 1, IPO 2 munkavizsgás kutyáim is voltak, csak azért, hogy bebizonyítsam, hogy erre a munkára is alkalmasak. Nyilvánvaló, hogy nem az ő habitusukra lettek ezek a szabályzatok kidolgozva, de ezt is tudják teljesíteni, ha ezt én elvárom tőlük. Mennyire alakult át a kuvaszok szerepköre az elmúlt évszázadokban? Igen, hát ez amikor ugye megszűntek azok a területek, ahol ugye a farkas medve vígan megélt, és hadakozni kellett ellenük, addig a kuvaszokat ott voltak ugye a pásztorok mellett, de amikor ugye átalakult a mezőgazdaság, és ugye a nagy területeket lecsapolták, árvízterületeket, ugye szabályzó lettek, egyre jobban húzódtak el a farkasok meg a medvék, húzódtak föl a hegyekbe, és egyre inkább kiszorult a területük, és így azokon a területeken, ahol a kuvasszal dolgoztak, munkanélkül maradt. Na most mit lehet tenni? Ebben mentek falvakba, városokba, olyan idegen környezetbe, ami számukra ez meglehetősen rideg környezet volt. Ugye a szabadsághoz, a szíla élethez voltak ezek a pásztorkutyák hozzászokva, és egy bezárt világba kerültek, ami nagyon nagy változást okozott ez az életükbe. Hát ezt ugyanazt mondhatnám, hogy a rideg pásztorok életükben is nagy változást okozott ez, mint csőszök, meg mezőőrök tengették az életüket számukra szokatlan ideg világba, és a kuvasznak ehhez is alkalmazkodni kellett. Ahogy bíborkára nézek, sikeresen alkalmazkodtak is? Igen, hát ez egy
nekünk ez egy óriási nagy kincs, ez a kutya a kezünkben, és ez tényleg jó lenne, hogyha a magyarság is erre rá ébredne, vagy rádöbbenne, mert valóban olyan különleges intelligenciája van, olyan különleges kisugárzása van ennek a kutyának, hogy minden egyes helyzethez alkalmazkodni tud. Ugye őt például Magyarország egyetlen kuvasz polgári kutyája, amelyik kőkemény őrzővédő feladatokat végzett, ugye szájkosára meg szájkosára nélkül, és itt pedig a stúdióban vidáman el van. Ha megyek ki vele az erdőbe, őt csak pórázon tudom vinni, mert iszonytat erős a vadász ösztöne. Ha lecsatolom a pórázt, 2 másodpercen belül, hogyha épp egy őzet látom valami, és 10 méteren belül nem veszem ezt észre, akkor utána nem tudnám visszahívni. Tehát már volt már ilyen eset, de szerencsére egy 10 méteren belül észrevett, rájövöltetem, hogy fekszik, és lefeküdt. Azt, hogy például Bíborral ilyen sikereket tudhat a háta mögött, kizárólag nevelés kérdése, vagy más is áll a háttérben? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Valóban egy örökletes tulajdonosra mindenképpen szükség van. Tehát egy genetikai adottság, genetikai öröklésre mindenképpen szükség van. Ugye a tudományos felmérések szerint ugye az örökletesség és a tanult viselkedés környezeti hatások, ezek kölcsönhatásban vannak egymással, egyik nincs meg a másik nélkül. Ugyanakkor nekünk, oktatóknak, nevelők, kiképzőnek jó hír, hogy ezt megállapították tudományos felmérések alapján, egy 10 éves felmérést végeztek Amerikába, és rájöttek ott arra, hogy a tanítással és a neveléssel 50-60%-ot, sőt volt, aki merészen azt mondta, 80%-ot lehet javítani a kutyán. De amelyik rossz genetikai adottságokat örökölt, azon látszólag lehet javítani, de ha valami éles helyzetbe kerülne, az a kutya abban a pillanatban összeomlana. Tehát elfedni lehet bizonyos dolgokat, de ugye mi a tenyészemléken azért is végezzük ezeket a felmérések munkákat, hogy kiszűrjük azokat az idegengye, labilis, gyenge idegrendszerű, bizonytalan viselkedésű, vagy esetleg kezelhetetlenül agresszív kutyákat, mert annak is a hátterében azért bizonytalanság lapul meg. Ugye a kuvasszal kapcsolatban hát az emberek fejében fogalmazhatok úgy, hogy elég gyakran él az a kép, hogy öregkorukra megbolondulnak. Akkor ez az állítás részben igaz, vagy genetika, esetleg a múlt, az állat múltja játszik közre, tehát hogyan kell viszonyulnunk ehhez a kérdéshez? Az a helyzet jó lenne, hogyha ezt mindenki elfelejtené, mert ez nem igaz. Tehát ilyen nincs, hogy egy kutya megbolond az örökre, mint hogy embereknél sincs, idős ember lesz, az anya rigolyás, mert van, amelyik nem rigolyás. Tehát ez egy mendemonda, ez nem igaz. Nekem több idős kutyám volt 14 éves, volt 13 éves, 11 és fél éves, akik elhunytak, 10 éves kutyáim. Tehát ő a 9. kutyám, és a Tulipán, pedig a kint van a kocsimban, ő a 10. És azt mondhatom, hogy például volt egy nagyon kemény kötésű kuvaszom, amelyik, hát nagy mindig oda kellett rá figyelnem, és ahogy idősödött, annál jobban puhult, idézőjelben mondva, annál barátságos és kedvesebb lett, és egyre jobban kötődött az unokáimhoz, az emberekhez. Tehát ez nem igaz. Tehát én nekem az idősebb kutyám, mennél idősebb lett, annál jobban volt bölcsebb, annál alkalmazkodóbb volt, annál kedvesebb volt mindenkihez, bujósabb. Tehát ez nem igaz. Tehát ez nem igaz. Az, nyilvánvaló az a kutya, talán onnan eredhet ez, hogy divat volt vidéken, most már is ennek egyre kevesebb helyen, meg törvényi szabályozza most már ezt, hogy láncra kötötték a kutyát. Na most gondoljon bele, egy 10 évig láncon lévő kutya milyen pszichikai sérüléseket szenved. Én nem bírtam volna még egy hétig se engem láncra kötve és ott van. Tehát itt lehet, hogy itt van valami igazság, mert általában ezeknek a kutyáknak gazdájuk nincsen, tulajdonosuk van, de gazdájuk nincs. Tehát se lelkük, se szívük nincs hozzá, ha egy kutyát így megkötnek. Most akkor, hogy ezt a tévhitet eloszlattuk, ejtsünk pár szót a tartásukról is, hát ha esetleg valamelyik nézőnknek felcsillant a szeme. Kint tartandó állat, vagy akár lakásban is lehetséges a tartása, hogyha természetesen a naponta többször is itt a megoldott? Hát én most láttam nagyon sok, jó pár fényképet ezen a nemzetközi találkozón, ami volt, és ott mutattak például Norvégiából, ahol diványon fekszik 3 kuvasz. De egyébként ő is, mondjuk ő nem, de a fiatalabbik kutyám az egyből fölmegy az ágyra. Tehát szeretik, a kutyák, el kell mondanom, szeretik a magasságot. Tehát most
mi ágynak nevezük, ő nem ágynak, ez egy magaslatrész, és ő szeret ott fönt van, és akkor ő akkor nagyobbnak érzi magát, meg főnöknek. Tehát én azt mondom, ő vegyes tartásban van, rajta függ, hogy kinn akar lenni, vagy bent. A bíbor minden ajtót nyit, ha ő úgy van kedve arra, hogy be akarja, akkor bejön, és el van egész délután. Ha itt a stúdióban is elfekszik, ha kell egy órát, vagy két, vagy más órát, de ha ezt megunja, akkor kinyitja az ajtót, és kimegy a kertbe. Tehát amit le kell szögeznem, nagy mozgásigényű kutya. Tehát az nincs, hogy a lakótelepen, a 7. emeleten ott tartom, és ott lesz egész nap, ez bűn a fajta ellen. Általánosságban hogyan viszonyulnak gyerekekhez, illetve más állatokhoz? Mindig szoktam kerülni azt, hogy na most ez egy gyerekcentrikus kutya frászt. Hozzájuk kell szocializálni a gyerekekhez. Minden egyes kutyát, én 30 évig tenyésztő voltam, mestertenyésztő címet is értünk el, sőt voltunk az év legjobb tenyésztője is, tehát én hozzászoktatom a kis kutyákat ahhoz, akik tőlem kikerültek az alomhoz, a gyerekekhez, állatokhoz, jószág az emberekhez, hozzá kell szocializálni a gyerekekhez, az kellene, hogy pozitív élmény érje a gyerekekkel kapcsolatban, és utána semmi probléma nincs. Például a bíbor rendszeresen járok óvodába, van, amikor 50-60 gyerek lóg rajta, az egyik beteszi a szájba pogácsát, a másik kiveszi, az arcizma nem rándul, tudja, hogy ezeket a gyerekeket tisztelni kell, szeretni, bármit csinálnak vele, ő semmiféle negatív viselkedést nem fog mutatni. Érdem, többször voltam óvodába, kezdve, amikor meghirdette az óvodában, hogy jönnek a kuvaszok, és alig volt egy pár gyerek az óvodába, aztán mentek a mobiltelefonok, és a végén már teli volt az óvoda, és azon is többször visszahívnak, mert rájöttek arra, hogy ehhez a kuvászhoz érdemes menni. Sőt, én a bíborra voltam dankoros gyerekek közt terápiázni. Ott volt olyan kisfiú, amelyik semmi kapcsolatot nem teremtett már 10 éve. Nem ő, az a másik kutyám volt, a Jászmin, az odament és megnyalta a kezét a kisfiúnak. És a szülnek így potyogtak a könnye szeméből. Az első kapcsolatteremtés volt a gyerekkel, akinek mozgássérült is volt, és 10 méteren keresztül fogta a kutyaszörült és úgy vezette. És azt mondták a gondozőnök, hogy 3 hétig nem lehet a gyerekekre ráismerni, meg felnőttekre, mert ott vegyesek voltak. Tehát ilyen kisugárzása van egy magabiztos nyugodt kényelmű kutyának, azt mondja, a kuvasznak különleges kisugárzása van. Jó, feltételezem, én is elfogadom ezt, de én azt mondom, minden kutya, amelyik magabiztos, nyugodt, kényelmű és pozitív energiát sugároz mások felé, gyógyító hatással. Tehát minden csak nevelés kérdése. Én azt mondom, minden csak nevelés kérdése, plusz genetika, az is hozzá megy, tehát azért azt hozzá kell tenni. Többször említette, hogy részt vett a Nemzetközi Kuvasz Tenyésztési Konferencián. Miről szólt ez az esemény pontosan? Hát ez most egy 3 napos konferencia volt, itt van egyébként a kiállításnak egy anyaga. A lényege az, hogy meghirdettük még tavaly a Nemzetközi Tenyésztési Konferenciát, hogy a világon lévő kuvasz tenyésztők, főleg ugye ez nekik szólt, jöjjünk össze és beszéljünk meg, hogy mi az oka annak, hogy például Amerikában, Németországban, Nyugat-Európában és itt Magyarországon is csökkent a kuvaszok iránti érdeklődés. Sok oka lehet ennek, és dugjuk össze a fejünket, és beszéljük meg a pozitív, negatív élményeket, mindenkinek milyen élménye van, ki mire használja adott országban a kutyákat, tehát ennek ez volt a célja, és hát mondtam, hogy aki szeretne előadást tartani, jelentkezzen, jelentkeztek Amerikából, USA-ból, akkor Finnországból, Norvégiából, Svédországból, Németországból, Erdélyből, Délvidékről, Felvidékről, és Magyarországról is ugye hívtam plenáris előadókat, akik 4 állatorvos professzor és szaktekintély, európai szaktekintélyek tartottak előadást, és hogy tanuljunk is ezektől az emberektől, meg tanuljunk egymástól. Ugye ez az egységes célja. Másik az, hogy azok a kuvasztenyésztők, akik világon szanaszét vannak szórodva, próbáljunk egy családot alkotni, és közösen gondolkodjunk a fajtáról. Ugye ez volt az egyik fő célja, és hogy az agrárminiszter dr. Nagy István is megjelent, ő is tartott egy előadást, köszöntötte a közönséget, sőt előző nap Vénémet Zsolt, a Hungarika Mérfelelős miniszteri biztos szintén tartott egy megnyitó beszédet. Úgyhogy egy nagyon kellemes, nagyon, nagyon jó hangulatú rendezvény volt. Az amerikai előadó hölgy, aki ott volt, egyébként a Nemzetközi Küllembíró Amerikában, egy elismert szaktekintély, azt mondta, hogy mikor lesz a következő. Sikerült hosszú távú, akár nemzetközi célkitűzéseket is létrehozni? Hát igen, beszélgettünk a német klub elnökével, meg az amerikai hölgyel is, meg
Ugye például Erdélyből bejelentették most, hogy jövő szeptemberben, szeptember 20-án, jól emlékszem, tartanak egy hasonlőlegű összejövetelt. Nem mondom azt, hogy pont ennek hatására, de ugyanúgy ugye ők már tartottak korábban is ilyet. Tehát én szerintem van ebbre fogadókészség, és remélhetőleg, hogy minél több lesz ilyen. Én szeretném azt, hogyha összefognának azok az országok, akik itt voltak, és rendeznénk egy közös kiállítást valahol Európában, mert talán itt Magyarországon. Tehát én nyilvánvaló, ez nagyon fontos, hogy ennek a fajta érdekében egy különleges kincs egyébként a kezünkben, ezt felfedezzék mindenhol. Ami mondjuk nem pozitív dolog, hogy a csökkenés, a létszámcsökkenés, de ennek rengeteg egyéb oka van, helyi szabályozások, szigorítások, tehát az, hogy kihalás fenyeget, ez nem igaz. Tehát ez egy rossz indulatú, valaki szeretné nagyon feltűnösködni, és magára fölülni a figyelmét, aki ilyen butaságot kijelent. Ugye, amelyik kutya veszélyezteti, hogy kihalás elérhető, az benne van a vörös listán, ugye hál' Istennek közelben is a kuvaszettől, mert az, hogy itt Magyarországon lecsökkent az állománya, a létszám, az sok mindennek köszönhető. Társadalmi egyéb vonatkozása vannak, tehát ezt utána kellene nézni, és meg kellene vizsgálni, hogy mi az oka. Én sok mindenre nem tudok erre magyarázatot adni, például megjelentek, és nem akarom ezzel bántani a kis testű fajtákat. Ugye nyilvánvaló, egy kis testű fajtra jobban el tudok menni wellnessezni, honom alá csapom. Én 2 évvel ezelőtt ki akartam menni Horvátországba, és megtudták, nem mondtam, hogy kuvasz, 2 nagy testű kutya, köszönöm szépen, nem jöhet. Tehát nem lehet. Tehát kis testű kutyával mindenhova el tudok menni, örömmel, szerettel fogadják, 2 nagy testű kuvasszal bemegyek egy szállodába, nem mindenhol látnak szívesen. Kívülállóként mégis hogyan tudnak az érdeklődők hozzájárulni az önök munkásságához, és akár tenni valamit az említett csökkenés ellen? Hát ez nem egy egyszerű kérdés. Eleve talán az, hogy nem kellene azoknak, akiknek nincsen kuvaszuk, ezeket a rosszindulatú beidegződéseket, álhíreket továbbadni. Mert akik ilyen híreket mondanak, amiket ugye ezekről beszéltünk, megkérdezem, hogy hány kuvasza volt, és a 10-ből 9-nek egy se. Tehát ha ebbe segítenének, már nagyon jó lenne. Ugye, és az, hogy ez egy nemzeti kincs, egy nemzeti érték. Tehát úgy nézenek rá, mikor valaki találkozik egy kuvasszal, vagy egy pulival, egy mudival, vagy egy komondorral, vagy egy magyar vizslával, hogy ez egy nemzeti kincs, egy nemzeti érték. Ugyanolyan nemzeti kincs érti, mint a halászbása vagy az egrivár. Tehát ugyanúgy kell rájuk nézni, és valahogy ezzel a szemlélettel próbáljanak a kutyához közelíteni, a magyar fajta kutyához, hiszen ez a hungarikum, ez egy közös nemzeti kincsünk. És ezt becsüljük meg, és próbáljuk meg megőrizni az utókornak. Remélem, hogy a beszélgetésünkkel hozzájárultunk mindenhez. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velünk ezeket a fontos információkat. Nagyon szívesen. Önöknek, kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten ismét zöld közelben. Addig is minden jót kívánok, viszontlátásra!